Köszöntöm az útra való kedves nézőit. Lassan belépünk az év utolsó hónapjába, és elkezdődik az adventi időszak. Én nem tudom, hogy ki hogyan éli meg a várakozást, de számomra mindig felgyorsulnak ezek az év végéhez közeledő napok. És azt veszem észre, hogy már megint itt a karácsony, és egy újabb esztendő végéhez értünk. Tulajdonképpen az egész életünk egy várakozás. Mindig várunk valamire, vagy valakire. És erről gondolkodtam, hogy mi lehet az az üzenet, amely valóban tartalmas és fontos lehet így számunkra év vége felé. Hadd szóljon hozzánk a Bibliából az Úr Jézusnak az egyik példázata, amely a helyes várakozásról szól. Lukács evangélium a 12. részéből, 35. verstől olvasom Isten igéjét. Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza uruk a menyegzőről, és amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, virasztva talál. Bizony mondom nektek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál nekik. És ha második vagy harmadik őrváltáskor érkezik is meg, és virasztva találja őket, boldogok azok a szolgák. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház ura, melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amikor nem is gondoljátok. Ki tehát az okos és hű sáfár, akit az Úr a szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja eledelüket? Boldog az a szolga, akit, amikor megérkezik az Úr, ilyen munkában talál. Bizony mondom nektek, hogy az egész vagyona fölé helyezi őket. Ha pedig ezt mondaná a szívében ez a szolga, késik az én uram, és kezdené verni a szolgákat és szolgálólányokat, elkezdene enni, inni és részegeskedni, azon a napon jön meg annak a szolgának az ura, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja, ketté vágatja, és a hűtlenek sorsára juttatja. Olyan gazdához hasonlítja itt magát Jézus, aki egy időre elutazik itthonról. A gazdaságát az ő szolgáira bízza. Kiosztja a feladataikat, és meghatároz mindent pontosan, és aztán egyszer majd vissza fog térni. Nem lehet tudni, hogy mikor. Váratlanul fog megjelenni, de aki azt teszi, amit ő parancsolt, azt nem éri váratlanul az ő hazajövetele, és nagy jutalmat fog kapni. Aki nem azt teszi, hanem arra gondol, hogy ma sem jött meg az Úr, hát ha holnap sem fog megjönni, vagy holnap után sem érkezik meg, azt készületlenül fogja találni, és ezzel súlyos ítéletet és büntetést fog kapni. Ebből a példázatból három öröm üzenetet, három örömhírt hadd emeljek ki. Az első, hogy ennek a világnak van gazdája. Akkor is van, ha sokszor úgy tűnik, vagy úgy látszik, minthogyha nem lenne, mert elutazott itthonról. Jézus halála, feltámadása után a tanítványok szeme előtt visszament a mennybe, de ő megígérte, hogy újra el fog jönni, és ekkor mindenki számára ez láthatóvá válik. Minden szem meglátja őt, és akkor fogja megítélni az élőket és a holtakat. De ezzel nem szűnt meg a világ gazdájának lenni. Változatlanul ő ennek a világnak az ura, minden az övé, és mi mindannyian neki tartozunk számadással. Olyan gazdája van ennek a világnak,
aki folyamatosan törődik vele, aki szemmel tartja, aki irányítja az eseményeket, aki minden egyes embert személy szerint ismer. Ezt tanítja a Biblia, ezt mondja. Ő tartja kezében az egész világ kormányát, és ezt a kormányt senki sem veheti ki az ő kezéből, mert ő az egész világ mindenségnek a tulajdonosa. Akkor is, ha talán sokszor ebből nem sok minden látszik. Isten nem közömbösen nézi az ember életét, ennek a világnak a sorsát, amit a bűn okoz az életünkben, ebben a világban. És hogy mennyire számon tart Isten bennünket, az ellene fellázadt, a tőle elszakadt, a neki hátat fordított embert, a legnagyobb bizonyítéka ennek, hogy utánunk jött Jézus Krisztusban. És ugye karácsonykor megszületett Jézus, aki Isten utánunk kinyújtott szabadító keze. Ő magához akarja ölelni újra az ő elveszett gyermekeit, a tékozlókat. És nem azt nézi, hogy hogyan pusztítjuk önmagunkat a saját élvezeteinkben való járással, hogyan pusztítjuk egymást a háborúkban, hanem ő egyszerre és ezekből hív megtérésre, és hív haza az atyai házhoz. Tehát ez az első, hogy ennek a világnak van gazdája. A második jó hír, hogy nem véletlenül születtünk erre a földre, hiszen mi az ő alkotásai, az ő teremtményei vagyunk. És ő adott mindenkinek, mindannyiunknak egy élet célt. Hiszen ő ismer bennünket a legjobban. Sokan vannak, akik ezt elutasítják és tiltakoznak ez ellen, hogy mire lettünk teremtve. De ő mindenkinek adott személyre szabott feladatot, tehetséget, tehetség szerint. Mindenki tudhatja, hogy mi a dolga. Reánk bízott Isten másokat is, de elsősorban önmagunkért vagyunk felelősek. És olyan szépen fogalmazza meg itt Jézus, ezt mondja, ki tehát a hű és okos sáfár, akit az Úr a szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket. Ez a mi dolgunk. Akiket Isten ránk bízott, azoknak idejében kiadjuk az élelmüket. Micsoda megtiszteltetés ez egy nincstelen szolga számára. Mert ez a sáfár sokszor rabszolga volt. Egy olyan ember, akinek nem volt semmije. A gazda a saját vagyona fölé bízta meg őt, hogy rendelkezzen vele, és így viseljen gondot a ház népéről. A gazda elgondolása szerint. Mindenkinek minden bőségesen el van készítve. A harmadik jó hír, ami kiderül ebből a példázatból, hogy ennek a világnak van reménysége. Van reménysége. Van mindannyiunknak gazdája, van mindannyiunknak Istentől kapott feladata, és a harmadik, hogy van reménységünk. Még akkor is, hogyha sokszor a körülöttünk lévő események teljesen kétségbe ejtenek bennünket, és sokszor elcsüggedünk, amikor ezeket nézzük. Milyen reménységünk van? Várjuk vissza az Úr Jézus Krisztust, aki megígérte, hogy ő vissza fog jönni. És készülünk arra a napra, amikor az igazság a napnál világosabban fog ragyogni. És amikor minden jó elnyeri a jutalmát, és amikor minden gonosz elnyeri a büntetését. Új eget és új földet várunk, ahogy fogalmaz Péter apostol. Aki maga az igazság, őt várjuk vissza, az Úr Jézust. Összefoglalom. Ennek a világnak van gazdája. Kérdés az, hogy van-e már gazdája a te életednek is? Visszafordultál-e már Istenhez? Elrendezted-e már a bűneidet vele? És mint szolgája, engedelmeskedsz-e már neki? Ez a gazda mindannyiunknak adott szép feladatokat. Ezt a munkát végzed, vagy csak eszel és iszol, és saját magaddal törődsz? És van-e már reménységed? És várod-e vissza az Úr Jézust?
és akkor, amikor a ház ura visszajön, akkor boldog leszel, és nem kell félni az ítélettől. Azt mondja Jézus, az a szolga boldog, aki azt teszi, amit az ő ura parancsolt. Legyünk mi is ilyen boldog szolgák. Amen.